Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok, és nemrég ebben egy élmény alapján azon kezdtem tűnődni, hogy régebben, az én gyerekkoromban még mennyivel egyszerűbb, nyugodtabb vagy egyértelműbb volt a viszonyunk az egész természethez, és ez most mennyire zavarossá és bizonytalanná és nyugtalanítóvá vált. Emlékszem rá, hogy gyerekkorunkban, ha lementünk Óbögre, ami egy kis tiszamenti falu volt, és a apai nagyszüleim onnan származtak, és lementünk a dédi mamához, hát ott bizony rengeteg légy volt a kertben, és a konyhában volt egy ilyen légyfogó, egy ilyen ragasztós, hogyha a konyhába bement a légy, akkor azt ott elkapta, de hát kint a kertben, ott a jószálok körül, ez a rengeteg légy az ott szállt. Igaz, hogy a fecskék is ott voltak, akik ezzel táplálkoztak, és ha lesmentünk a Tiszára, akkor a löszfalba láthattuk azokat a lyukakat, ahol a kis parti fecskék fészkeltek, és onnan kiszálltak, és hát a dédiek is ezt én nyugodtan viselték ezt az egész helyzetet, nem csapkodtak különösebben, meg nem hessegették állandóan a legyeket, az étel köré ne menjen, de kint, ahol a jószág van, hát ott úgyse lehet megúszni, hogy ne legyen, elviselték, eltűrték, vagy elfogadták ezt a dolgot. Mint ahogyan a zöldséges kertből is kiúzták a gyomot, de amellett meg a máshol meg hát hagy legyen, hagy legyen, és nem zavarta őket különösebben, hogy ez ott van. És hogy ez mennyivel másképp viszonyulunk ehhez a dologhoz, mennyire tud idegesíteni minket, miközben nem tudjuk, hogy most még leüthetjük egyáltalán azt a rovart, vagy nem, mert esetleg kárt okozunk, mert már olyan kevés van belőle. Emlékszem, gyerekkoromban, hogy a Szolnokon az iskola udvarán pajorokra vadásztunk, a cserebogár pajor, amik a földbe él, és akkor 3 éven keresztül, és mi a kis megtaláltuk a lyukokat, akkor beletettük a fűszálat a lyukba, és ha megmozdította a kis pajor ott a föld alatt, mert ráharapott, akkor kirántottuk a fűszálat, és akkor kialáztuk vele a kis pajort. És akkor ha pici volt, akkor az 1 éves volt, ha nagyobb volt, akkor 2, a legnagyobb, akkor meg 3 éves, aztán az már nagy dicsőség volt, aztán persze, hát ezeket eltapostuk, mert a cserebogár, mint tudtuk, káros, és amikor aztán kirepültek a májási cserebogarak, akkor rengeteget lehetett fogni belőle, de hát egyébként is rengeteg másfajta rovar volt, de például Szolnokon is volt egy nagy fecskefészektelep, ami a lakótelepnek az erkélyei alá fészkelt be, és ott az agyba a Tisza összefolyásánál ott vadászták a rovarokat. Hát most már sokkal kevesebb fecske van. Nem tudom, hogy azért, mert az új lakók leverik a fészkeket, mert zavarja őket a csivitelés vagy a madárürülék, bár ugye a fészek alá tették mindig a deszkát, hogy arra potyancson. Vagy egyszerűen annyival kevesebb már a rovar, hogy nem tudnak megélni. Mert az biztos, hogy fecskékből kevesebbet látunk, de hát verébből is, és sok minden más rovarból is kevesebbet látunk. Szóval, hogy mit lehet, vagy mit nem lehet csinálni. Napokban a gyerekekkel, amikor sétáltam, egyszer csak odajöttek hozzám, 2 kislány is, egy-egy csokor ilyen kis gyermeklánc süvel a kezébe, hogy ezt szedték. És nekem az első gondolatom az volt, hogy ő nem kellett volna leszedni, hogy hagy éljenek ezek a növények, mert hát kevés van belőlük, meg védjük a természetet. De hát a gyermekláncfű is ugye gyerekkorunkban az mindenütt volt. Az nem kérdés, meg az sem, hogyha virágot akartunk szedni az anyanak, akkor leszedhetjük. De ma már ez is bizonytalanabb. Mi az, amit le lehet szedni? Mi az, amit nem lehet leszedni? Mit csináljunk a rovarokkal? Hát nyilván a méhecskét nem bántjuk, a poloskát meg, hát mégiscsak kitessékeljük a lakásból, de az egész egy ilyen bizonytalanná, nyugtalanítóvá vált, hogy nem okozok egy kárt avval, hogyha mégis leszedem, vagy megölöm ezt a rovart. Bizony, újra el kellene jutnunk oda, hogy egy ilyen egyszerű, nyugodt és egyértelmű módon tudunk viszonyulni a természethez, de nyilván nekünk most már ehhez tanulnunk kell. Meg kell tanulnunk újra a természettel való együttélést ezekben a szűkösebb körülmények között, illetve egy gondos gazda módjára, ahogy a Szentírás elején van, hogy a Isten odaadta az édent az embernek, hogy művelje és őrizze, hogy így műveljük és őrizzük mi is ezt a földet. És éppen a múltkor beszélgettem a feleségemmel a méhecskékről, meg a rovarokról, és hogy a mi kertünkben hányféle növény van, és virágzanak egyik a másik után, fák és virágok, hogy hát egy kis méhecskebarát kertünk van, és hogy ez örömmel tölthet el minket, amikor kimegyünk, és akkor látjuk, hogy ott zümmögnek, meg gyűjtik a virágport, hát arról nem is beszélve, hogy így aztán lesz termés,
a gyümölcsfákon is. Hát adja Isten, hogy így tudjunk újra viszonyulni a természethez, és megtanuljuk ezt az egyszerű, örömteli rácsodálkozást az egész teremtett világra. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket.